Tóth Tamás vagyok, tanító. Engem is neveztek az idei pedagógus Oscar-díjra. 2016-ban fejeztem be tanulmányaimat a szegedi tanítóképzőn. A Szegeden töltött éveim nagyon meghatározóak számomra. Ott vált központi részévé az életemnek az önkéntesség. Hátrányos helyzetű gyerekeket mentoráltam Szegeden és a Vajdaságban, majd később csatlakoztam egy szociális alapítványhoz, kikkel közösen fogyatékkal élő emberek megsegítésén dolgozunk. Jelenleg Szolnokon élek a menyasszonyommal, és a szandaszőlősi általános iskolában tanítok. Ebben a tanévben elsősöket. Az oktató-nevelő munkám során nagy figyelmet fordítok a gyerekek aktív tanulására. Hiszem, hogy minél többet tevékenykednek, minél több reflektív gondolatuk támad, annál hatékonyabban tanulnak a gyerekek. Fontosnak tartom a differenciálást és a biztonságot adó osztályközösség kialakítását is, amelyben bárki hibázhat, ahol jó diáknak és jó tanítónak lenni. Szeretek játékba ágyazottan tanítani, nem száműzöm óráimról a humort, és a reális önértékelésre ösztönzöm diákjaimat. Sok tapasztalt kolléga vesz körül az iskolában, akiktől rengeteget tanulok. A hagyományok megőrzése mellett pedig nyitok a modern pedagógiai módszertan felé. Egy éve megtalálható vagyok a YouTube-on is, ahol egy vlogot vezetek. Pedagógusoknak és gyerekeknek egyaránt készítek tartalmakat. De szólok azokhoz az emberekhez is, akiknek nincs kötődésük a pedagógiához. Missziómnak tartom ugyanis, hogy a pedagógusok megismerését és megítélését pozitív irányba tereljem. De a pedagógia nehézségeit sem rejtem véka alá. Nagyon büszke vagyok rá, hogy két alkalommal is csatlakoztak hozzám pályatársak magyarságszerte egy-egy fontos társadalmi üzenet tolmácsolásában. Jó volt megtapasztalni, hogy a pedagógusok márpedig igenis össze tudnak tartani. A digitális oktatás tavalyi elindulásával még elhivatottabban készítettem videókat, hogy mentőövet dobjak azoknak a kollégáknak, akiknek a technika egy más világ, mint nekem. És nagyon örülök, hogy rengetegen megtiszteltek azzal, hogy elfogadták a segítségemet. Közülük mára sokan régi barátként üdvözölnek, annak ellenére, hogy személyesen még sohasem találkoztunk. Boldog vagyok, hogy jelöltek erre a díjra. Annyira érdemlem meg, mint bármely másik pedagógus. És legalább annyira vágyom is rá. Köszönöm, hogy szavaztok rám.